Üdvözlök mindenkit, Nekrokrin vagyok, hát gyerekek, igen, beszélgessünk arról, hogy létezik-e gamer gén van egy olyan, hát nem is gén, tudjuk jó, hogy nem létezik, természetesen nem létezik gamer gén, nem létezik olyan, egy gén, ami rávesz arra, hogy játékokat játszunk, de ez úgy esett, hogy böngésztem az, böngéztem az internetet, hogy valami témákat keresve, miről beszélhetnék nektek itt a videóban, és, és, és esetleg gondolkodtam arra, hogy van-e valami olyasmi, ami ráveszi az embert, vagy hajlamosabbá teszi, mint másokat arra, hogy játékokkal kezdjen játszani, és gondoltam, itt hát ha van valamiféle szocializáció, Változás az elmúlt 10-20 évben, ami esetleg jobban ráviszi a, az embereket arra, hogy játékokkal kezdjenek el játszani. Jó, persze mondhatjátok, hogy hó, 2020-ban nem tűnt fel, hogy volt egy ilyen vírus kitörés, és az emberek kénytelenek voltak otthon maradni, és akkor, á, ja, mindenki, el az egész világ elkezdett játszani. És, és ez itt. És, és, többnyire így van, mert megnövekedett a, a játékosoknak a száma ezen pandemik alatt, és uraim, de ez is csak bizonyíték arra, amit régóta mondok, mindenkiben ott a gamer, csak meg kell találni a megfelelő játékot, éké a mongasz. Na, na, na jó. Aztán a videó a másik felében kifogunk arra is térni, hogy mi van akkor, hogyha te profi gamer szeretnél lenni, vagy mi van akkor, hogyha szülő vagy, és és azt látod, hogy a gyereked a, a gép előtt ül, a, sokat ül ott, és neked ez nem feltétlenül tetszik, de látod, hogy ügyes a gyerek. Ügyes ez a gyerek. Mit csinál esetleg akkor? Támogasd, ne támogass, És egy kicsit beszélgetünk arról, és úgy tekintve, hogy én milyen régóta vagyok gamer. E, ja, szóval, ja, böng böngésztem ezt, ezt azért el kell mondjam, böngésztem a nagy internetet, és belefutottam egy weboldalba, e, minden, minden linket meg fogok hagyni ennek a videónak a leírásában, jó van gyerekek? Szóval, szóval, szóval belefutottam egy olyan weboldalba, angolul, hogy quanticfoundry.com, Szóval, a a Katik foundry csinálhatsz egy olyat, hogy gamer profil. Mi a te gamer profilod? És tudjátok, azért tudtam magamról, régen kompetitív játékos voltam, oké, okay, szóval, és kíváncsi voltam a rég alatt, ez már vagy 15 éve <laughs> legalább, és kíváncsi voltam, hogy azóta mit változ, változott-e a... A játékos ízlésem, hogyha itt tetszik, változ, lejjebb hagyott-e a kompetitivitás, mi vette át a helyét, és tudjátok, nem nagyon talál ilyeneket, tehát a gaming industry uh, ipar, ha úgy tetszik, nagyon fejlődik, és egyre újabb tanulmányok és, és uh, uh, dolgok jönnek ki a kapcsolatban, és most először találtam egy ilyet, hogy levezeti a játékos profilodat, és hogy te milyen fajta aféle pszichológiai teszt gémereknek, hogyha így tetszik. És miután válaszolta a kérdésekre, kijött, <coughs> ki hogy én aféle gladiátor slash bounty hunter fajta vagyok. Na most le lefordítom, hogy mit írtak a gladiátorra, illetve a bounty hunter fajtára. És tudjátok, az évek alatt én elképzeltem magamra, hogy azért már nem vagyok annyira kompetitív, és nem tudjátok, lejjebb hagytam, most már a gémel vagyok, kértem Youtube-ra felnyomok egy két videót, egy egymásról, de amúgy javaslom nektek is, hogy menjetek el az oldalra, csináljátok meg a tesztet, és dobjátok le kommentbe, hogy, hogy ti milyen fajtára jöttetek ki. Na mindegy, a gladiátor valami olyasmi, Uh, hogy egy kompetitív játékos vagyok, aki önmagát inkább úgy ismeri, mint hardcore játékos, és szeretem az olyan játékokat, amelyekben nagy ilyen, hogy is mondjam, uh, több-sok lehetőség van, és nagy skill terjedelem szükségeltetik hozzá, uh, és ja, és nagyon ilyen skill. Uh, Skill-based experience, hogy mondják ezt angolul. Tehát, hogy magas fokú skill kell ahhoz, hogy uh, játszass ezzel a játékkal. És akkor ugye volt a másik, ez a bounty hunter, ezt így nevezték el, ugye, hogy fej, fejvadász. Ez pedig egy aféle, hogy Szólósabb akcióorientáltabb játékokat szeretem, és szeretem magamtól felfedezni azokat a világokat szólóban, és ugyanakkor élvezem a, az előrehaladás és a jobbá fejlődés, koncepcióját a játékokban. Továbbá a tömeges pusztistást is, ezt is úgy oda külön kirakták. Szóval ezennélként a Gladiator Slash Bounty Hunter ennyi év után, és akkor egy ilyen grafikonban is, az oldal alatt, majd látjátok, hogyha oda mentek így, megmutatja, hogy miket miket szeretek jobban a játékokban, és akkor azt mondja itt, hogy 83%-ban szeretem az akciót, az volt a legmagasabb, és 62%-ban szeretem a a, ö, bocsánat, nem az volt a másik legmagasabb, 65%-ban a, a, a közösségért játszom, ugye 80%-ig akcióban, közösségét, és 62-62%-ban játszom az eredményért, illetve a, a játéknak a, hogy is mondjam, a teljességéért, a azért, amit a az játék nyújtani tud. A játék kreativitása annyira nem izgat fel, és az sem, hogy teljes mértékben kimaxoljak valamit. Aztán van egy olyan, hogy hogy miért játszom még a játékot, hogy ilyen a bounty hunter része, miért játszom. Az izgalom az vált a, az izgalom és a pusztítás a játékokban, azáltal a legmagasabban állam 76, illetve 82 kal az, az, nagyon kemény. A kihívás 72 százalékban fontos számomra, és a kompetitivitás 69 százalékban, ezek voltak a legmagasabbak. A story a sztori még 71%-os, szóval igen, destruction, tehát a pusztítás, a történet, a kompetitivitás és a kihívás, ezek voltak számomra a e, legmotiválóbb, e, 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 ezek számomra a legmotiválóbb dolgok a játékban, és valahol igaz is, szeretem, ha izgalmas a játék, nagyon-nagyon értékelem, ha van egy jó története a játéknak, de azt hiszem már tudjátok róla, vagy ha nagyon nézitek, és a kompetitivitás, hát igen, az lejjebb hagyott idővel, mert csak 69 értek, de Na, azért a kihívás, egy még, még, még mindig ennyi idő után is ott vannak a e, profilomban is. Nem tévedett igazából. Olyan kérdéseket, nagyon egyszerű, szimpla kérdéseket tesz fel ez a weboldal. Gyakorlatilag, hogy mit szeretsz a játékokban. Egy-két játékot felsorolt, hogy milyen, ját... Kérdezett, milyen játékokkal játszottál az elmúlt években. Megadom minden, és utána ott az ott lévő kérdésekre, és kijön egy profil e, rólad. Szóval, ja, hogyha ezeket mind annó tudtam volna, lehet, hogy, hogy is mondjam, egy, egy sokkal magasabb karrierre tört, törtem volna. És ugye sok-sok tanulmány készült arról, hogy, hogy, miért, hát nem olyan sok készülnek tanulmányok arról, hogy az ember miért választja a játékot, és miért játszik, és, és rengeteg olyan emberet találkoztam, akiről tudtam, hogy nem volt gamer, de hogyha a megfelelő játékot mutattad meg nekik, akkor ugyanúgy le tudtak ülni órákig játszani. Mit keres az ember uh, a gémerségben? És, uh, és valahogy én úgy látom a sok tanulmány során, amit elolvastam, hogy ugyanazt, amit az életben valahol készülnek törvények hegyén hátán, de arról kell készíteni lehet egy tanulmányt, hogy az ember miért szeret élni, és miért tesz dolgokat. Na most tekintve, hogy a játékok esetleg, és itt már azért belemegyek az én alternatív tudományos megközelítésembe a dolgokról, és tekintve, hogy ö, a játékok azok, ö, hogy is mondjam, a féle valóság reprezentációja, értitek? Egy roleplay game, egy RPG-be fogsz és kreálsz egy karaktert, és élsz egy életet, amit... Nem élhettél soha. Nagyon durva ez a kifejezés, hogy élsz egy életet, amit nem élhetsz meg soha. Tegyük fel, egy fantasy világban, vagy egy sci-fi univerzumban, mint a, mint a Warframe, vagy egy katonavilágban, mint a Call of Duty, vagy a Battlefield, egy olyan életet élhetsz, amire esetleg vágyhatsz, vágysz, de nem teheted meg, mert a való életi felelősségeid miatt, vagy azért, mert mindig is féltél meglépni az álmodat. Na most a játékok, ugye ebben mondhatni, hogy tudnak segíteni. Most ezek egy kicsit durva kifejező szavak voltak, csak hát nincs olyan szókincsom esetleg, hogy ezt finomabb környezetbe tegyem. A lényeg, ami lényeg, hogy a videójátékok egy olyan közeget adnak az életünkbe, ahol uh, elérhetünk célokat. Tehát az ember alapvetően és a munkahelyén és az életben is valahol sikeres szeretne lenni, és a sikerért járó uh, sikerért járó örömöt szeretné megélni. Mindegy, hogy ez hogy van. Tehát ha való életben elérünk egy sikert, egy foci meccsen te leszel a gól király, a munkahelyeden megkapod az előléptetést, a, a kemény munkádért, az iskolában megkapod a jó jegyet a, a, a dolgozatodra azért, mert tanultál, egy te sikert és ezzel által egy örömet ölsz meg. És hát sok tanulmány ezt is kimutatja, hogy az emberek azért is kezdenek el játszani, hogy a sikert megéljék. A, a sikeresség élményéért. Mert az ugye hát olyan dolgokat szabadít fel az agyunkban, mint például dopamin, ami, ami jó, ami kell nekünk. A <laughs> következő ilyen dolog, amiért játékokba kezdünk bele, a, a, a szociális közeg, hogy másokkal lehetünk együtt, és másokkal élhetjük át azt a sikert. Tehát, amiért elmegyünk egy kocsmába sörözni, ugyanazért, elkezdünk játszani, és Discordon dumálunk. Nem tudom, melyik a jobb vagy rosszabb a sörözések, hiszen este bemaszunk, vagy leülünk a Discordon dumálunk, és játszunk, közben mind a kettő olyan tud lenni, amilyen tud lenni. És ugye van egy harmadik aspektusja is különböző tanulmányok szerint mondom források ennek a videónak a linkébe, ami a beleélési faktort veszi figyelem, hogy mennyire a játék, mennyire szippant be minket. És más tanulmányok szerint pedig van olyan, hogy a flow miatt játszunk. Ugye a flow az az állapota az agyunknak, amikor olyasmit élünk, élünk meg, hogy annyira benne vagyunk a munkába, hogy elfelejtünk mindenről. Elfelejtünk enni, inni, de egyszerűen annyira élvezik azt, amit csinálunk, és az agyunk úgynevezett belekerül egy flow stádiumba, és ez gondolom sokan átéltétek, akik videójátékoznak, nálunk ez elég gyakran fordul elő, hogy egy olyan állapotba kerülünk bele a képernyő előtt, hogy se kép, se hang, benne vagyunk. Na most ezt ugyanúgy átélhetjük sportolás közben, munka közben, tanulás közben, bármilyen na, ö, vagyis bármilyen szakaszunk ma az életünkben, vagy a napunkba flow állapotba kerülünk, hogyha nagyon nagy érdeklődéssel ö, vesszük azt, amit csináljunk. Tudatosan is elő lehet idézni ám a flow állapotot, csak az ember hajlamosabb akkor um flóba kerülni, amikor tényleg valami olyasmit csinál, ami nagyon érdekli. Na most a játékok szerkezetileg úgy vannak összerakva, hogy nyújtsanak kihívást, de ne túl sokat éppen, annyit amennyire szükséges, hogy az agyat be tudja tenni a flow állapotba, és folyamatosan játszani, akkor sikerélményt annak, szociális élményt annak, e, ugyebár, és, és némelyik játék tényleg annyira gyönyörű, vagy éppen annyira széleskörű, e, features, hogy van ez magyarul? Tartalmakkal rendelkezik, vagy tartalommal rendelkezik, ami, ami bevonza a játékost, és jobban beleéli magát. Szóval, ja, és ez, és ez mind benne van a pakliba, és észreveszed, és térjünk rá, hogy a videónak a másik felére, észreveszed, hogy a gyereked, jaj, vagy észreveszed magadat, érted? Ha még fiatal néző vagy már mi öreg kutyák, hát nekik már mindegy de mi már csak ilyen lifestyle gamerek lehetünk, ahol elindítunk egy Youtube csatornát és reménykedünk abban, hogy legalább tizen megnézik azt a szerencsétlen videót, mi már csak ilyen lifestyle gamerek lehetünk, de a fiatal tizen éves kölyök vagy, akkor még azt mondom, hogy 25 éves korod előtt, így, max 27, max 27 előtt, nagyon-nagyon gondold meg arra, hogy rálép, rá akarsz -e lépni a versenyszerű, karrierszerű szerű e sport életre. Ha szülő vagy, és látod a gyerekeden, hogy tehetséges, ebben a dologban, és most már olyan generációs szülő vagy, aki esetleg észreveszi ezt a különbséget, akkor nagyon fontod meg, hogy a gyerekedet támogatod-e abban, hogy esetleg e-sportoló legyen, mert karriernek manapság ez ilyetetlenül megoldható. Most mielőtt nagyon még belevágnék itt a részletekbe, akkor azt mondom, hogy a Magyar Elsport Szövetség, tehát a link benne lesz a videó leírásban, de Magyar Elsport Szövetség, Keresétek fel őket, van csapatod, tagok, jelentkezzetek és menjetek, induljatok el egy profi úton, ahol esetleg pénzt is kereshettek belőle. Karrier útnak megcsinálhatjátok, hogyha szeretnétek. Na most, hogy a szülő vagy a gyereket még túl fiatal ehhez, akkor én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon támogatom a kontrollált játékot. Edzés! ha így tetszik. Mint ahogy elküldöd a fiadat focizni, úszni, zongorázni a nyámkénye, a gyerekedet, elküldöd mindezekre, ugyanezt csináld a játékkal is. Mivel, hogyha nem csinálod, akkor ez átlendül egy a függőségbe. De ugyanakkor, hogyha úgy van kezelve, mint egy sport, és edzések vannak ennyi és ennyi ideig, ugyanakkor figyelve van diétára, mentális állapotra, és, és a szociális környezetre, ami kell annak az adott gyereknek, akkor ez átfordulhat sportá, valódi sportás sem, mint hogy egy függőség váljon úrá azon a szerencsétlen gyereken. De ha fiatal felnőtt vagy 16, 14, 16, és már tudatodnál vagy, hogy ez azért túlzásba vinni, egy kicsit durva lenne, akkor legyen annyi eszed, hogy csinálsz magadnak egy edzéstervet, és felveszed a kapcsolatot a profikkal. Tehát még egyszer mondom, a Magyar Esport Szövetség Hunes, uh, magyarul, és náluk azért tájékozódhatsz abban, hogy esetleg hogyan csinálj karriert. Um, ebből az létformából, ha így tetszik. Tehát ne vesszen el a tehetséged abban, hogy csak a gép előtűz, hanem akkor építs fel már egy életet is ebből, hogyha van rá lehetőséged. És, és hogy azt mondjam, hogy én nem jövök egy gazdag sorsú családból, sajnos, és mindenért mínusz egy lépéssel indultam az életben, de ez a gaming egy olyan lehetőség, ahol szegény gazdag, lehet valószínűleg, hogyha az embernek van pénze a szüleinek, akkor bepushingolják, támogatják a szervezet, nyomják benyomják a szerencsétlen gyereket. Lehet. De szegény gazdag nagyjából egy helyről indul el. És hogyha az a szegény tehetségesebb, mint ez a gazdag, akkor sokkal magasabbra juthat. Öhm, hogy így mondjam. Szóval van egy, egy jobb egyenlőségi faktor. Talán én így látom ezt a, ezt a dolgot. Úgyhogy ja, érdemes megtudni, hogy mennyire vagy jó másokhoz képest, Ha gyereked van, esetleg érdemes megtudni, hogy tényleg annyira jó-e, mint amennyinek te látod, hogy jó, és nem csak arról szól, hogy élvezi a játékot, és kontrollált, azt a játékot. Edzés terv, nagyon fontos. Mert hogy manapság a profi csapatoknak bizonyos van edzőjük, van ügyvédjük, van minden van nekik, és főleg van nekik kócs. Egy olyan kócs, ami a mentális állapotukra figyel, egy olyan edző, aki a diétájukra figyel, egy olyan edző, aki megtanítja őket stratégiákra, technikákra a játékokon belül, és ilyenek vannak, és ezek a jövő munkái is egyben, amelyek már itt vannak valamilyen szinten, de a gyereket, hogyha már kinő a profi stádiumból, akkor elmehet edzőnek. Mert nem nehogy azt higgyétek, hogy annyira egyszerű, hogy, hogy kompetitívan játszol. Tehát én sportoltam évekig, uh, mielőtt gamer lettem, és az, hogy valaki versenyszerűen csinál valamit, az nem pöcsfing. Kiállni emberek elé és teljesíteni száz százalékon, az nem egy egyszerű dolog. értitek amit mondok? A lámpalázat leküzdeni, profinak megmaradni, uh, amit mondani tömeg előtt, vigyázni magadra, vigyázni, hogy ki vagy, a csapati ez egy szakma, ez uh, ezt tanítják egyetemeken, jobb helyeken, uh, hogy, hogy hogyan. Um, vezesd a saját brandedet és üzletedet, vagy légy tagja egy cégnek, és a többi. Szóval, ja, ebbe, ebbe van jövő és karrier. 2021-ben, és Magyarországon is már van ebben jövő és karrier. Lehet, hogy kicsit jobban kell küzdeni, de van. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Na, kinek milyen gamer profilja született? Jöhet a komment szekcióban. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Ha a videót, akkor iratkozz fel, csatlakozz a kis közönségünkhöz. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Amint mondok,